Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Fú, tényleg. Tényleg. Ez hogy terültétek itt, ezt nem hiszem el, de jó, elhiszem bennem. Hát, igen, én tudom, hogy egy ilyen előadás előtt én is kellene, hogy mondjak mindenféle ilyen köszönést, és mondok is, csak azt annyira unja mindenki. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy nagyon-nagyon boldog vagyok, elsősorban azért, hogy ennyien eljöttetek, és hogy itt mindez végül is azért a buddhizmusnak szól. Szóval ez egy nagyon erős dolog, hogy a buddhizmus fogalom ennyi embert idehoz. Hát képzeljétek el, hogy legalább 4-5-ször, de az is lehet, hogy 6-szor. Nem lehetetlen, hogy 7-szer léptem már itt föl. Méghozzá a KFT zenekarral. És hát ott is voltak sokan, de azt megértem. Hát ez, na mindegy, szóval nagyon örülök. És most figyelj, képzeljétek el, hogy nagyon jól tettétek. Szóval tiszta szívből mondom, hogy ennél jobb téma nagyon nehezen található, mint a buddhizmus. Ezt komolyan mondom, saját tapasztalatból merem állítani. Én annyira hálás vagyok a buddhizmusnak, csak pusztán azért, hogy van. Tehát, hogy ez a tan most 2015-ben hozzáférhető. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. És miért? Hát azért, mert mostanra már itt például Magyarországon világossá válhatott minden értelmesen gondolkodó ember számára, hogy a külső körülmények szintjétől nem leszünk boldogabbak. Tehát nem lesz egy olyan kormány, aki majd megoldja nekünk azt, hogy mi jól érezzük magunkat. Én 17 éves korom óta figyelem, képzeljétek el, 17 éves korom óta éberen figyelem, hogy mi zajlik. Most kifejezetten így a társadalmi vagy politikai szinten. És képzeljétek el, hogy ez nem hazugság. 17 éves koromban hallottam a rádióban azt, amikor, ugye ez 1968-ban volt, és bejött az új, akkor úgy hívták, hogy új gazdasági mechanizmus. Tehát a szocializmusnak egy ilyen kicsikét piacgazdaság felé kacsingató változata. És akkor kezdtek először az árak elmozdulni. Tehát persze fölfelé. Ami azt jelenti, hogy a 2 forintos, mit tudom én, kenyér helyett lett hirtelen 4 forint a kenyér. Akkor a tej szintén ilyen 2-3 forint, hirtelen 6 forint lett. Aztán meg 10 forint, egy liter. És képzeljétek el, hogy akkor az emberek beidegesedtek egy kicsit, hogy jó, áremelkedés. És akkor így mondták egymásnak, hogy jó, áremelkedés. És erre a rádióban a következőt hallottam, egy ilyen, hát egy szakértőt interjúolt meg a riporter, és hogy tényleg, hogy van ez az áremelkedés, és ő azt mondta, hogy hát voltak éppen nincsen ám áremelkedés, tehát ez egy ilyen közhiedelem, itt az emberek ilyen kétségbeeséses hangulatot gerjesztenek a semmire, mert hogy valójában nincs áremelkedés, mert az igaz ugyan, hogy a tej és a kenyér ára felment, de a torony darujé csökkent. De nincs áremelkedés. Na és erre mondtam azt, hogy igen. Tehát ezek engem hülyének néznek. Tehát ők azt hiszik rólam, hogy ezt én így beszokom, és akkor megnyugodva megyek, majd mondom anyámnak, hogy hát nem is ügyen, de hát megyünk toronydarút, azon visszajön. Tehát, és képzeljétek el, hogy ami a súlyos, hogy az tényleg rég volt, és a mai napig a legnagyobb sült baromságok hangzanak el folyamatosan a médiában, a leírva, mondva, láttatva minden, szóval gyakorlatilag mi már látjuk ezt. Tehát képzeljétek el, hogy a szerencsétlen angolok, azok ilyen szempontból olyan szerencsétlenek, ők azt hiszik, hogy jó. Mennek az utcán Londonban, és ő tényleg olyan jó. Tehát mennek ide-oda, nem cseszegeti őket senki, a fizetésük háromszoros annak, amit elköltenek, a szegényebbről beszélek, tehát a nagyon gazdagnak nem tudom mennyi a fizetése, lehet, hogy nem is fizetésbe mérik a nagyon gazdagnak, ezt nem lehet tudni.
Tehát a lényeg az, hogy ők a végén még azt hiszik, hogy a külső körülményektől lesznek boldogok. Hát azért jól be vannak csapva. Na de mi? Hát mi már azért látjuk, nem? Hogy az egyik kormány elmondja, hogy őgön össze kell húzni a nadrágszíjat, mert az előzők elrontották, de majd még egy pár évig kell várni, addig össze kell húzni azért. És erre jön a másik kormány, és azt mondja, hát sajnos össze kell húzni a nadrágszíjat, mert az előzők elrontották, de majd még. És ezt én figyelem, gyerekek, figyelem, egyfolytában engem ilyen szempontból nem lehet átverni, semmilyen politikusnak nem hiszek. Kész. Elég. Egyet nem hallottam még, ami normális lett volna, illetve azt hallottam, hogy olyan jókat mondanak, és utána egy fél év múlva mondják az ellenkezőjét. Na jó, nem akarom ezt ragozni, ezt most csak azért mondom elővételezett, hogy ti is itt laktok ebben az országban. Tehát ezt mindenki, minden ember látja. Na de akkor mégis, hol van az, amiben kapaszkodjunk ahhoz, hogy élni érdemes legyen? Na és ekkor kezd el az ember szellemi dolgokkal foglalkozni, mert valahol érzi, hogy azért van valahol egy igazság, van valahol egy tisztaság, egy szépség, egy jóság. Szóval azért nem kell minden embernek tényleg géppisztollyal lelőni a másikat, azért ez nem igaz. Mert látjuk, van másik verzió is. Ugye például ott van a Gandhi. Gandhi az fantasztikus figura volt ezzel az erőszak nélküli forradalommal, és megcsinálta. Igaz, hogy lelőtték. De lehet, hogy majd, aki most jön majd valahol, azt majd nem lövik le. Hát lehet. Miért? Egy csomó embert nem lőnek le. Tehát még beleesett az is, aki jót csinál. Bocsánat csak. Tehát végül is a következőt szeretném mondani, hogy igazából én egy nagyon személyes beszédet szeretnék nektek tartani a továbbiakban is a buddhizmus kapcsán. A buddhizmus lehet tanítani, nagyon precíz dolog, nagyon-nagyon szerteágazó, nagyon, én úgy szoktam mondani, hogy egy csodálatos kristályépítmény, egy tudatból épített kristálypalota a buddhizmus, és hihetetlenül sok szobája van a buddhizmusnak. Hogy ugye van az eredeti, az ősi buddhizmus, amit úgy hívnak most, hogy Hinayana, vagy Theravada. Theravada az azt jelenti egyébként, hogy az öregek tanítása. Tehát lényeg az, hogy van ez, akkor van a Mahayana, a nagy szekér, és van a Vajrayana, amelyik a tibeti mágikus buddhizmus, és ez már egy akkora szélesre kinyitott legyező, hogy hihetetlen, hogy mennyi minden belefér, és hogy mennyire a konkrétumok mennyire kevéssé fontosak, mert például mondjuk a tibeti szélsőséges tantrikák, azok egy teljesen más életmódot élnek, mint amit a teravádinok. Tehát az ősi buddhista szerzetesek, azok egy rendkívül szigorú, hihetetlenül összeszedett és nagyon szabályozott életmódot éltek, és ráadásul egy kolduló szerzetes rend volt ez akkoriban. Tehát azt ették, amit délelőtt koldultak. Reggel fölkeltek, a kis semmi tulajdonuk nem volt. Képzeljétek el, a feltétele volt a rendbe való belépésnek az, hogy mindenki hagyja ott a világi életét, aki a tannal akar foglalkozni. Mert nem kötelező. Nem kell oda menni, annyi mindent lehet még csinálni, de aki a tannal akar foglalkozni, az hagyja ott a hétköznapi életét, a vagyonát adja oda, hagyja a háta mögött. Egy szál csuhája volt, és egy alamizsnás szilkéje. És az volt a szabály, hogy mikor reggel fölkelnek, akkor meditálnak egyet, meditálás után, jó, tisztálkodás, bocsánat, tehát fölkelnek, tisztálkodnak, meditálnak egyet, és utána elmennek koldulni. És amit délelőtt megkoldulnak, azt délben megeszik, és délután meditáció estig. És másnap ugyanez. Szóval, és ez mindez 250 szerzetesi szabály által szabályozva, hogy az hogy nem lehet magas fekhelyen, meg mit tudom én. Szóval ilyen apróságok. És képzeljétek el, hogy a másik oldalon, meg ott vannak a tantrikák, de azok is ugyanúgy buddhisták, akik az öt méreg útján járnak. Tehát az, hogy
Mert van ugye az öt erkölcsi szabály, amit be kell tartani. Minden buddhista, amikor belép egy buddhista rendbe, akkor túl azon, hogy menedékért fordul, a hármas menedékért fordul, ezután megfogadja az öt erkölcsi szabályt. Ami úgy néz ki, hogy nem ölünk, nem lopunk, nem hazudunk, nem... Hát ez most egy érdekes rész, hogy fogalmazom, tehát szexuálisan tiszták vagyunk, az több mindent jelenthet, tehát mindesetre, hogy korrekt szexuális életet élünk, és nem használunk mérgeket, tehát nem iszunk, nem füvezünk, nem dorbézolunk, stb. Tehát gyakorlatilag ezt az öt erkölcsi szabályt, mint minimum minden buddhista megfogadja. És akkor mondom nektek, hogy közben van olyan buddhista út, amely az öt erkölcsi szabály helyébe állítja az öt méreg útját. Hogy mindent csinálnak. Na de még mindig buddhisták, és még mindig a legmagasabb szellemi úton járnak. Tehát ezt azért mondom, hogy a buddhizmus mentes a dogmáktól. Aki a buddhista úton jár, az arra törekszik, hogy a tudata felszabaduljon a téveszmék alól. Mert az összes problémának az oka, ami a létezésben van, az a téveszmékből ered. Úgy is mondhatjuk, hogy a nem tudásból, a buddhizmus így fogalmazza, hogy avidyá, tehát nem látás, nem tudás. Valójában ez a gyökere az összes problémának, és ezt majd egy kicsit részletesebben is körbe szeretném járni. Tehát a lényeg az, hogy amikor az ember elkezd kutatni, hogy mégis mibe kapaszkodhatunk, mi az a egyetlen valóság, ami mégis is nem hagy el minket, akkor rá kell, hogy döbbenjünk, hogy a tudatunk. Ez az egyetlen valóság, a tudatunk. És ez annyira univerzális, ez a tudatunk, hogy mindenkinek a tudata külön-külön egy egész végtelenség. Tehát amire ő gondol, amekkorát a fantázia el tud képzelni, amilyennek ő látja a világegyetemet, az egész világképe az embernek, az a tudatában van. És ez a saját tudatunk, ez végtelen. Vagy szóval gyakorlatilag nem lehet megmondani, hogy mekkora. Meghatározhatatlan. Így is lehetne mondani, hogy elmondhatatlanul nagy. Meghatározhatatlanul nagy. Hogy mekkora is a tudat. És képzeljétek el, hogy akkora nagy, hogy az összes többi mindenki belefér. Tehát mindenki a tudatban van. És az a vicc, hogy ez mindenkinek a szempontjából így van. Tehát neked is a te tudatod tartalmaz engem. A teljes végtelenséget tartalmazza, és a szomszédot is, igaz, hogy hárommal arrébb ül, de mégis tartalmazza. És így van mindenki, tehát egy végtelen, hatalmas nagy, meghatározhatatlanul nagyságú tudatban létezünk. Egymás tudatában és a magunkéban, és ez valójában nem igazán válik szét. Képzeljétek el, hogy én most itt azt állítom nektek, hogy semmi nincs a tudaton kívül. Mert ha csak gondolnánk arra egy kicsit, vagy sejtenénk, hogy esetleg mégis van valami a tudaton kívül, akkor már ezzel a gondolattal behoztuk a tudatot belülre. Menthetetlenül a tudaton belül van minden. Menthetetlenül, gyerekek, nincs kibúvó. Aki nem hiszi, ez a nem hívése is a tudaton belül van. A vélekedések mindegyike a tudaton belül van. Nem tudunk kimenni a tudaton kívülre, mert mire kimennénk, már az a tudaton belül van. Borzasztó jó. Na most ettől egyrészt meg lehet ijedni. Ismerem azt az érzést, amikor az ember megijed ettől. Ez már régen nálam elmúlt. Örülök ennek, ami van. Megmondom miért. Mert képzeljétek el, hogy ebből következik, hogy a létezés ilyen szempontból egynemű. Tehát az összes probléma a tudaton belül van, az összes megoldási kísérlet, amivel a problémát meg akarjuk oldani, az is a tudaton belül van,
és maga a megoldás is a tudaton belül marad. Na ezért a tudattal kell foglalkozni. Ezért kell a tudattal foglalkozni, hogy felfogjuk ezt a létezést, aminek a léte kérdéses. Az, hogy ez a létezés mennyire valóságos, ez minimum kérdéses. Hát gondoljunk arra, hogy ami már elmúlt, az nincs. Hopp, kész, elmúlt, nincs. Ami majd csak jön, az még nincs. És ami meg van, az van csak, ami van, de az már múlik el. Hol vált valóra? Abba a pillanatban, amikor valóra válik, már múlik el. Hát az mennyire valóságos? Na most képzeljétek el, hogy ez így van, hogy a dolgok ennél nem valóságosabbak. Viszont ez maga a valóság. Tehát azért azt nem mondhatjuk, hogy nem valóság, mert akkor nem lehetne átélni. Ilyen értelemben valóságos, hogy megtapasztaljuk. De olyan értelemben, hogy tőlünk függetlenül, tapasztalástól függetlenül lenne, olyan értelemben nem valóságos. Most ez a mi mázling, drága barátaim. Ez nagyon-nagyon nagy mázli, mert egy idő után rájövünk, hogy szoros kapcsolatban állunk a történésekkel, a jelenségekkel, mindennel, ami van. Az nem úgy van, hogy tőlünk függetlenül van valami, hanem az úgy van, hogy tőlünk függően van valami. Na és erről szól a buddhizmus. Én, amit most egy kicsit így a tudatról mondtam, az a buddhizmus egyik ága konkrétan, mert én ezt a felfogást tartom számomra leginspirálóbbnak, ezt az úgynevezett tudattant, más néven Vicsnyána Váda, megint más néven Csittamátra, tudattal mérő tan. De a buddhizmusnak nagyon sok más aspektusa is van, amelyek másra helyezik a hangsúlyt. Tehát ez az aspektus, vagy ez az ág, ez a tudatra helyezi a hangsúlyt. De képzeljétek el, hogy az ősi időkben ez nem így volt, tehát nem pont a tudat volt a Buddha kinyilatkoztatásának a centrumában elsősorban, hanem, na de nézzük sorjába, most akkor pillanat, első rész szünet, kis kötőjel. El szeretném nektek mondani, hogy ki volt Buddha, és miért érdekes az ő személye. Tehát ő a Sákja királyság királyának a fia volt. Megszületett, mint egy kisgyerek, mint normálisan. Persze különböző legendák vannak arról, hogy született. Vannak ilyen nagyon szép, misztikus hatású legendák. Tehát, hogy ő már a születésekor, tehát az a legenda, az egy szép kép, elmondom, hogy egy gyaloghintóval vitték az anyját, a királynőt, aki még utoljára körül akart nézni ott a környéken, a ligetekben, még mielőtt ugye megszüli a gyereket, de hát rájött a szülés, így fájás, és akkor kiszállt a gyaloghintóból, és egy fa ágába kapaszkodva, állva szülte meg a kis gyereket. Az a kisgyerek, az ahogy megszületett, rögtön fölállt, és mind a négy égtáj irányába lépett hetet, és kinyilatkoztatta, hogy ő lesz a világ megváltója, azért jött a földre, hogy a tant elterjessze, és minden lépésének a nyomán lótuszvirágok nyíltak. Hát, hogyha így összeszámoljuk, ez 28 lótuszvirág, mert 4x7. És így tovább. De van egy másik történet, amelyik nem ennyire misztikusan meseszerű. Az úgy hangzik, hogy amikor megszületett a kisgyerek, a kis herceg, ugye ő a kis herceg, meghívtak egy nagyon-nagyon képzett, nagyon idős és nagyon bölcs jóst, és ez a jós elkészítette a horoszkópját a gyereknek, és megállapította, az apjának el is mondta, hogy ebből a gyerekből vagy világkirály lesz, vagy pedig egy hatalmas nagy szent vallás alapító. Hát az apja, mint király, inkább azt szorgalmazta magában, hogy a világkirály legyen a fia, mert ugye egy szent, olyan izé, hát ez
mire megyünk, ugye? Egy szenttel. Tehát a lényeg az, hogy világkirálynak nevelte a fiát, és ráadásul egy rendkívül ügyes, tehetséges fiú volt a herceg, és minden tanítást megkapott, minden kiképzést, a legügyesebb harcos lett, a legjobb játékos lett, a legszebb férfi, mit lehet még mondani, millió, minden nap. Tehát. Na most, ami az érdekes, és itt most egy picit zárójelben megállok, látom azért vannak itt fiúk is szép számmal, hogy képzeljétek el, hogy az milyen, amikor egy hercegnek mindene megvan, de amikor már egy kicsit fölcseperedik, akkor van egy azért ez egy háreme is. Tehát egy több száz fős hárem. Tehát mi férfiak hajlandók vagyunk azt gondolni, hogy hát, hogyha nekünk is háremünk lenne, akkor azért jobb lenne az élet. Akkor lehet, hogy nem kéne annyit keseredni. Meg ugye a hárem az miről van, szóval nem kell velük ott lenni mindig. De nem úgy van, mint egy feleség, aki állandóan beledumál, hanem az ember csinálja a dolgát, fel alá járkál, ezt csinál, azt csinál, ide ül, oda megy, és akkor este benéz a hárembe, hogy Julika, jönne egy kis oldalról. És másnap a Rózsi. De ezt tudom, mert ez a szexualitással kapcsolatos egyik érdekes téveszme. Tehát én nem mondom, hogy én mentes vagyok ettől. Nem. Na de ezt gondoljátok el, hogy ezt hagyta ott. Hoppalá! Hát ez nagyon nagy dolog, hogy képzeljétek el, hogy ő elhatározta egy ponton, és el is mondom, mi az a pont, mert ez mintaértékű a mi életünk szempontjából is. Minimum, mint egy ilyen szimbólum, hogy a történet úgy szól, hogy a fiatal herceg úgy ott a palotán belül élt, egy jó, hát volt egy nagy terület is ott körülötte, de a lényeg az, hogy onnan nem ment ki. Az apja nem engedte, hogy a külvilág dolgait meglássa, hogy nehogy véletlenül szent legyen. Ugye? És ezért, hogy a szentek azok mindig megesik a szívük ezen azon. Na de hát a fiúnak ne essen, mert csupa boldogság, öröm, gazdagság, szépség, hárem, és mégiscsak egyszer a fiúban, mivel intelligens, fölmerült, hogy de vajon mi lehet máshol a világban. És akkor az apja megszervezte neki azt a körutazást a világban, hát a környezeti városban, és megszervezte úgy, hogy semmi csúnyát ne láthasson, csak szépet, csak jót, tehát minden, csak szép emberek lehetnek ott azon a kijelölt úton, ahol ők mennek. És ott oda volt csődítve szép lányok, szép fiúk, minden gyönyörű, fel volt virágozva, virágszirmok, minden, és akkor jött a herceg a kísérettel, ugye egy lovász fiú vitte a kocsit, ugye a lovat irányította, ő meg ott ült, és integettek az emberek, dobálták a virágszívmot, hatalmas nagy öröm, zene, tánc. Igen ám, de valahogy hátulról oda keveredett egy ilyen öreg ember. És akkor Gótama, akkor ugye Gótama herceg, vagy Szidhárta herceg, szólt a kocsisának, hogy nézd meg, hát ki, milyen ember az ott? Ja, hát az öreg. Micsoda? Mi az, hogy öreg? Hát az, hogy hát tudod, uram, ez úgy van. Hogy az ember először fiatal, aztán megöregszik. És amikor megöregszik, hát akkor így néz ki. Tehát tényleg ráncos lesz az arca. Elkezd lógni lefele az arca. Hát igen, sajnos. És aztán meg, hát igen, hát öreg. És akkor És ez mindenkivel megtörténik? Igen, sajnos ez mindenkivel megtörténik. Hoppalá. És akkor megdermett Szidhárta az ülésben, és erősen magába mélyedt. És mentek tovább, egyszer csak szintén ott a sorok között meglátott egy ilyen nyomorék béna embert. Hát az meg milyen ember ott? Hát az beteg. Beteg? Az mit jelent, hogy beteg? Hát az, hogy elromlik neki valami szerve, nézi, ugye egy lába, keze, minden. Na de az ember megbetegszik? Hát igen, előbb-utóbb mindenki megbetegszik. Tényleg? Fú, még egy szög a fejébe. És utána ment még tovább, és volt egy kicsit távolabb látszott egy halottas menet. Hát az volt a végső megrökönyödés, hogy micsoda, hogy az ember meghal. Mindenki, minden élőlény meghal. Hát ez hogy?
És ugye fölvetődik a kérdés, hogy akkor mit táncolnak, üvöltöznek, helyehújáznak, ha ez így van? Hát az hogy nem ezzel foglalkoznak? Hogy nem erre a problémára próbálnak rájönni, hogyha az ember egyszer öreg lesz, beteg lesz és meghal? Hát nem ezzel kéne akkor foglalkozni, hogy ez hogy lehetne kikerülni, vagy hogy lehetne ezt a problémát megoldani? Hát dehogy nem. Akkor ez az egyetlen érdekes. Na és ezért volt az, hogy ő azon kezdett el töprengeni már ekkor, hogy mi az oka a szenvedésnek. Hogy kerül oda a szenvedés? Hiszen egyetlen egy szentirat nem mondja, hogy a szenvedés úgy meg lett teremtve. Hát minden Isten jót akar. Mindenki megteremti ezt a jó világot. Az egyik Isten így, másik úgy, meg amúgy, minden angyal, minden. Hogy kerül oda a szenvedés? És ez annyira nem hagyta őt nyugodni, hogy elment az otthontalanságba. Ott hagyta a palotát, ott hagyta a feleségét, ott hagyta a kicsi gyerekét, ott hagyta az összes kincsét, és elment tanulni egy Számkhya mesterhez, egy filozófushoz, tehát az egyik akkori nagyon, mondjuk úgy idézőjük, hogy divatos szellemi irányzat gurujához, és 6 évig ott tanult Számkhya filozófiát. És annyira előre haladott lett, hogy a Számkhya mester maga felajánlotta neki, hogy tanítson ő is vele együtt mostantól, tehát felkínálta maga mellett a tanítói széket, és hogy folytassák együtt így ezt. És akkor Gótama azt mondta, hogy nem, mert még nem jöttem rá, hogy mi az oka a szenvedésnek. Még a te tanításodban, mester, sem volt benne az, hogy mi az oka, és nekem erre rá kell jönni. És akkor elment egy másik mesterhez tanulni. És ez a másik mester, ez egy jóga mester volt. Na most a jóga, az gyerekek, nem hasonlít igazából ahhoz, amit most így a fitness jóga, meg ilyenek. Tehát az is biztos nagyon jó, meg tényleg jó zenére ritmikusan táncolni, meg minden, tehát én is jógáztam 7 évig ilyen rendes jóga iskolában. Tehát az biztos, hogy az akkor, amikor azt úgy mondták, hogy jóga, az azt jelentette, hogy egy nagyon-nagyon szélsőséges, aszkétikus dolog. Tehát eleve az evés, az rendkívül vissza volt fogva, minden kényelmi dolog szintén vissza volt fogva, és olyan gyakorlatokat végeztek, amik, tehát józan ésszel az ember olyat nem csinál. Csak mondok egy olyat, hogy például van egy ilyen, de ez egy hagyomány, és ezt sokan csinálták akkoriban, például a 4 tűz szertartás. Az úgy nézett ki, hogy gyújtottak nem olyan nagyon messze egymástól 4 nagy tüzet, és a jógi középre beült, és ott meditált. Hát ha oda beraktak volna egy ilyen kis papírcsomót, az meggyullad. De a jógi nem égett szét, hát nyilván nem ezzel kezdte a gyakorlást. Nem úgy volt, hogy hon az a jóga mester? Hon az a 4 tűz? Na, nássuk, azt oda megy és beül. Na, az forrá ég. Tehát, és az ellenkező példát is szeretném elmondani, hogy most például Tibetben mi a helyzet, vagy hogy nem is pont Tibetben, mert a Tibetet sajnos már szétverték abban az értelemben, hogy ott már nehéz találni olyan gyakorlást, ami régebben volt, de mondjuk Nepál, illetve hát most Nepál is kapott egyet sajnos. Hát mindegy, hogy hol, akkor maradjunk annyiban, hogy kolostorokban, mai pillanatig, képzeljétek el, hogy női kolostorokban van olyan gyakorlat, de ilyen a Himalája magas részein, ahol eleve mínusz 10 fok és mínusz 20 fok van, hogy az apácák, a buddhista törekvő és gyakorló apácák, azok egy évben egyszer elvégzik a kendőszertartást, vizes kendőszertartást, ami abból áll, hogy ők megtanulták a tumó gyakorlatot, a pszichikai hőfejlesztés gyakorlatát, ami azt jelenti, hogy eleve a kolostorokban nincs is fűtés, tehát meg kellett tanulniuk, de ez egy létező gyakorlat, és ez az ünnep, ez úgy zajlik, hogy az apácák szépen kimennek, és a vállukra vesznek egy vizes kendőt, és a mínusz 20 fokba körbejárnak a kolostor körül.
és akkor megszárad rajtuk a kendő, és azt leteszik, és fölveszik a másik vizes kendőt. És akkor, és így mennek megint egy kört. És akkor az a kérdés, hogy most 17 vagy 18 kendőt szárít meg az illető apáca a mínusz 20 fokban a saját vállán. Képzeljétek el, ez valóság. Ezt konkrétan emberek megcsinálják. Tehát a tudatnak ilyen nagy ereje van. Ezt mondjuk lehetett tudni a buddhizmus előtt is. Tehát a jóga, például a Patanjali Jóga Szutra, az leír 24 szidhit, azaz 24 varázsképességet, ami a jóga útján megszerezhető. Többek között ilyenek is. Na most, visszatérve a jógára, tehát amikor Gótama elment annak idején a jógamesterhez, akkor ő végigjárta ezt a rendkívüli utat. És a legmagasabb szintű jóga szidhire is szert tett, amikor is egyedül elvégezte a Nirbhicca Samadhi gyakorlatot, ami azt jelenti, hogy meditációs tartásban 7 napig tartózkodott az életjelenségeket felfüggesztve, közben sem ivott, sem evett természetesen, de még lélegezni is kimutathatatlan volt, és lényeg az, hogy ő ezt megcsinálta. És kijött ebből az állapotból, és azt mondta ott a tanítványainak, illetve hát félig meddig tanítványok, félig meddig barátok, ők is ennek a jógamesternek voltak a tanítványai, azt mondta nekik, hogy bár most eljutottam a jóga tökéletességéhez, mégsem jöttem még rá, hogy mi az oka a szenvedésnek. És akkor fölhagyott ezzel a jógikus gyakorlatozással, és a történet úgy szól, hogy hogy hagyott föl az aszkézissel. Hogy ugye odáig egy abszolút böjtölő, önsanyargató életmódot folytatott, és akkor egyszer csak ott ült a folyóparton, és látta, hogy egy csónakban egy zenész mester a zenész tanítványát tanítgatja, és egy húros hangszeren tanultak, vínán, vagy valami ilyesmit, és mutatta a mester neki, hogy nézd csak, fiam, hogyha nagyon megfeszítem a húrt, akkor akár el is pattanhat, de hogyha nagyon leengedem, akkor nem szól. Tehát közepesen kell megfeszíteni, akkor szól, és akkor nem pattan el. És akkor kapott egy fantasztikus inspirációt erre, hogy aha, tehát a középút. Ez egy nagyon fontos elv azóta is a buddhizmusban, a középút elve, hogy semmit nem kell túlzásba vinni, és akkor képzeljétek el, hogy Gótama felfüggesztette azt az erőteljes aszkézist, és egy enyhített az életmódján, na, akkor az ő barátai el is mentek tőle azzal, hogy hát, akit követtünk, az behódolt a testnek, a izéjének, na, nem jó mester ez. És akkor Gótama fogta magát, és leült egy fa alá elmélkedni. Igen ám, de nem csak úgy spontán, hogy hipop leült, hanem egy olyan fogadalmat tett, ami példaértékű ránk nézve, azt mondta, hogy leülök ez alá a fa alá, és addig föl nem állok, amíg rá nem jövök, hogy mi az oka a szenvedésnek. És még egy átkot is mondott, hogy inkább száradjon el a bőröm, korhadjon el a csontom, ha még azelőtt fölállok, hogy rájöjjek, hogy mi az oka a szenvedésnek. Tehát a legkeményebb fogadalommal leült. Na most ezt zárójelben szeretnék itt betűzni valamit, hogy ma már nem tudjuk, hogy milyen egy olyan fogadalmat tenni, amit be is tartunk. Ez a nagy probléma. Általában az ember úgy áll a dolgokhoz, amiket el szeretne érni, hogy jaj, de jó lenne. És körülbelül ez az az energia, amit belefektet. Vagy, jaj, de jó lenne, jó, el kéne menni, megtanulni. Aha, jó, és akkor így marad. Tehát az, amikor valaki elkezd belefektetni energiát a dolgába, az nagyon nagy dolog, mert attól lesz. Attól lesz, hogy ő csinálja. Ez egy hatalmas nagy tapasztalása mindannak az embernek, mindannak a sok embernek, aki valamit elért a gyakorlása által.
Nézzünk egy zenészt. Tehát az 30 éven keresztül folyamatosan játszik a hangszerén, mire a végén gyönyörűen játszik. Na de ha csak mindig mondtam, hogy de jó lenne gitározni, attól nem lenne gitározás, gyerekek. Tehát itt ezért példának mondom, hogy nem is kell hozzá buddhistának lenni, hanem csak egy egyszerű ember, ha ezt felfogja, hogy ez mit jelent, hogy ő neki kell megcsinálni azt, amit meg akar csinálni, az már-már-már nagyon jóra vezetne. Na lényeg az, folytatom a történetet ott, hogy Gótama leült a bódhifa alá, később elnevezték bódhifának, a megvilágosodás fájának, és 6 nap alatt a szemlélődés, az elmélkedés és az elmélyedés módszerét használva eljutott a megvilágosodáshoz. És ez annyira nagyon nagy jelentőségű volt, hogy képzeljétek el, azt mondja a legenda, hogy megzendült az egész univerzum. Tehát mint egy harang, megkondult. És mindenhol fölkapták a fejüket a lények. A létező 6 világ összes lénye felkapta a fejét. Az istenek összenéztek. Jé, valaki megvilágosodott. A félistenek összenéztek. Jó, valaki megvilágosodott. És így, képzeljétek el, és a pokollakók meg felsor. Jaj, valaki megvilágosodott. Szóval mindenhol döbbenetet keltett, mert ez egy annyira ritka dolog. Jó, ez egy nagyon nagy dolog, gyerekek. Na, és mi történt? Hát persze Gótama rájött, és azt is nagyon hamar látta, hogy de hát ezt hiába mondja bárkinek, nem fogják megérteni. Mert a lények szemét por fedi. A lények nem látnak, nem látják az igazságot, mert be van a szemük fedve porral. És ezért hiába mondanám el én ezeknek a szegény lényeknek, nem mennének vele semmire, mert nem fognák föl. Igen ám, de akkor Indra Isten személyesen jelent meg előtte, és azt mondta, hogy a lények nevében kérlek téged, ó szent megvilágosodott, hogy mégiscsak nyilváníts ki a tant, azon nagyon kevesek számára, akiknek a szemét csak kevés por fedi. Mert akinek pont a tan hiányzik ahhoz, hogy kinyíljon a szeme, annak nagyon kell a tan. És így aztán Gótama, Sákjamuni Buddha elhatározta, hogy mégiscsak tanítani fogja a tant, és akkor elkezdte tanítani méghozzá úgy, hogy annak az 5 barátjának, illetve tanítványának előadta a tant, akik aztán rögtön meg is világosodtak, és ők képezték az alapját annak a rendnek, ami akkor megalapult, ennek a kolduló rendnek. És képzeljétek el, hogy még egy érdekes kapcsolat van, ez megint zárójel, hogy a Buddha FM rádiónak a szlogenje az, hogy adásban a tan. És ez 2 dolgot jelent egyszerre. Az egyik az ugye, hogy mint rádióadásban a tan megnyilvánul, de a másik az, hogy a tan az az adás gesztusával szorosan összefügg. Tehát az az egyik nagy erénye a buddhistáknak, hogy adakoznak, adnak a magukéból, mert nincs nekik maguké. Hát úgy könnyű odaadni. Eleve nincs neki. Tehát úgy könnyű. De mindegy, tehát a lényeg az, hogy maga a buddhizmus is viszont mindig az adakozásból élt. Mert pontosan azért, mert Gótama rájött, hogy az ego túlmagasztalása okozza a problémák gyökerét, ezért a szélsőséges alázatgyakorlásra helyezte a hangsúlyt a korai időkben. És ott az adás, az, hogy attól él a szerzetes, hogy adnak neki. Kolduló szerzetrend. Fantasztikus. Hát ez most itt nézzétek meg, hogy mi zajlik Magyarországon. Egyre több a koldus. Hihetetlen mennyiségű koldus van. És azért nem szimpatikus nekünk az a sok-sok koldus, mert ezek mindig berúgnak. De nem az van, hogy kapnak egy kis pénzt, és utána szent módon üldögélnek az utcasarkon, és terjesztik így a izét a megvilágosodottság gyökét. Gyorsan megiszák azt a nagyon olcsó bort, behánynak a kapu alá. Senki nem szereti, gyerekek, én tudom. Azt senki nem szereti, amikor oda van hányva. Még az se, aki oda hány.
mert elmegy onnan. Ilyen egyszerű az összefüggés. Na jó, tehát a következő a lényeg, hogy lehetne azt is csinálni persze az összekoldult pénzből, hogy az ember meditál, és akkor lehetne, hogy nem a nem tudom hány millió koldus országa lennénk, hanem a nem tudom hány millió megvilágosodott országa, de hát most ez van. Nem kell semmin se elégedetlenkedni, mert az van, ami van. És az a van, az meg kérdéses, hogy mi. Na, tehát elmondom nektek nagyon röviden, mert ugye ezt 3 évig is lehet mondani ezt az egészet szép részletesen, de azt most elmondom nektek röviden, hogy voltak éppen mi is a gyökere ennek a tannak. Ugye a szenvedés köré épül ez az egész szellemi út, a szenvedés ténye köré, de nem ilyen önsajnáló módon, hogy jaj, hogy miért szenvedek, hanem hogy kreatívan, tehát hogy lássuk, hogy mi az oka, és azt hogy lehet megszüntetni. Az egész buddhizmus a szenvedés megszüntetésének útjáról beszél. Amikor Gótama kiállt és elmondta az első beszédjét, ő a 4 nemes igazságot fejtette ki az emberek előtt, és ez képezi a mai napig is a tannak a gyökerét, a 4 nemes igazság, amely úgy hangzik, az első nemes igazság úgy hangzik eredeti nyelven, hogy Bhava Dukha. Ez szanszkrit 2 szó, azt jelenti, hogy a létesülés az szenvedésteli. Na most azt hozzá kell tenni, hogy a Bhava az tehát nem azt jelenti, hogy a lét maga, mert arra van egy másik szó szanszkrit nyelven, úgy az eredeti természete a létnek, az a szat szóval jelenítik meg. Tehát szat az egyszerre jelenti azt, hogy élet, tisztaság, fényesség. Tehát az élet tiszta fényessége, az maga a lét. És amikor már egy formával bíró létezésről van szó, egy konkrétumról, egy konkrét forma, egy konkrét létforma, akár, mint hogy egy élőlény fajta is akár, vagy egy ember, de akár egy konkrét betöltött életkép, tehát egy ilyesmi, hogy mit tudom én, valaki mondjuk rektor, tehát az is egy bhava, egy lehatárolt kép a létezésről. Na erről a bháváról beszél, és mondja azt, hogy az dukha, az a szenvedésteli, de hogy ez mit jelent, a szintén etimológiailag lehet utána menni, hogy a ka, ez a eredetileg a harci szekerek kerekének a tengely lyukát jelentette. Tehát a keréknek a közepén lévő lyukat. És ez a ka, és hogyha az jól pörgött, tudott a tengelyen nagyon jól mozogni, akkor volt, azt mondták rá, hogy az egy jó luk, sukha. És a sukha az a gyönyörnek a elnevezése. Tehát magyarul azt mondjuk, hogy gyönyör, szanszkritul azt mondjuk, hogy sukha. Tehát gyakorlatilag, amikor jól pörögnek a dolgok akadálytalanul, az a sukha. De hogyha valami a tengely és a luk közé kerül, valami megakasztja, az a rossz luk, a dukha. Tehát igazából a dukha, a szenvedés abban az értelemben, hogy limitáltság, lehatároltság, akadályozottság. Tehát igazi jelentése ennek nem is az, hogy a gyötrődés, hanem, vagy hogy az úgy szenvedés, hogy megszúrnak valakit tűvel, hanem hogy az a folyamatos akadályozottság, kielégítetlenség, az a folyamatos limitáció, amit újra és újra és újra és újra és újra, és nincs vége, és még mindig, és még mindig, és még nincs vége, és még mindig. Tehát ez, hogy folyamatosan, állandóan beleakadunk mindenbe. Na ez az első nemes igazság. Tehát azt mondja, hogy a létesülés szenvedéssel teli. A második nemes igazság pedig így hangzik, itt mondja el az okot, hogy dukha samudaya trishna. Így hangzik. Tehát a szenvedés samudaya az okozza, vagy keletkezteti, trishna az pedig a szomj. Na most a trishna az olyan értelemben szomj, hogy az összes létforma iránti szomjúzást jelenti. Tehát igazából mondhatjuk azt, hogy létszomj. A létszomj okozza a szenvedést.
így értetődik. De az, hogy mi is, tehát például, hogy mit nevezünk itt szominak. Például, amikor ilyen hétköznapi helyzet van, hogy valaki szeretne valami még többet, mert azt hiszi, hogy attól lesz boldog, hogy például mondjuk rektor akar lenni. Ez egy jó téma, mert olyan komolyan hangzik, hogy rektor, nem? Tehát amikor megy az ember az utca, és mondja, rektor vagyok, akkor az van egy kis méltóság, tudod, nem? Hát egy rektor megy most itt. Itt egy rektor megy. Ránéz valaki, és azt mondja, ránézett a rektor. Tehát vannak ilyen tudati ízék. Na és képzeljétek el, hogy amíg még valaki nem rektor, csak pusztán ettől a szomjúhozásától szenved. Mert ugye még nem rektor. És megy az úton, nézd, ott mennek a többi rektorok, és én nem vagyok rektor. De ez csak akkor van, hogyha ő szomjúzik rá. Ugye, valaki nem akar rektor lenni, akkor ez nem érinti. Tehát például én nem akarok rektor lenni. Felőlem bárki jöhet rektor. Nem irigylem sohasem. És gondoljátok el, hogy milyen az, hogy egy ilyen izé végülis mégiscsak rektor lesz. És akkor tényleg mehet az utcán, hogy rektor, és onnantól kezdve... Tehát amikor már megvan a rektorság, még akkor is ott van az izé, ez a folyamatos tözsörgés, hogy júj, most akkor mi, hogy lesz ez? És képzeljétek el, hogy minden rektorság elmúlik. Még a rektor is haza kell, hogy menjen, és ott kell, hogy hagyja a rektori székét. És az milyen szemben, én ma nem vagyok rektor. Eddig rektor voltam, de mint hiába. És képzeljétek el, hogy ez van. Ez így van. Ezt nem én találom ki. Ez van. A másik ugyanilyen hülyeség. Hogy valaki azt hiszi, hogy attól, hogy neki milyen autója van, attól ő valamilyenebb lesz. Hát ez különben teljes téveszme, de most gondoljátok el, hogy milyen egy gondolati csapdába kerül az ember folyamatosan, hogyha ezt a képet, hogy az autó az valami ilyesmit jelent. Hát most gondold el, hogy akkor van neki csak egy 1 milliós autója, de a másiknak mindjárt ott áll a 3,5 milliós. Hát az borzadály. És akkor őnek is kell, és 15 millióért vesz egy autót végre, és így lenézhet itt, ős, 3,5 milliós autós hülye, mit akartok? És megy is az úton úgy, tudjátok, hogy szokott menni a nagy autós? Hát menj a utamból, bejön a sávomba. Na, de hát neki nincs sávja, a valójában. Valljuk be, gyerekek, hát egyikünknek sincs sávunk. Nem is lesz, soha. Ha csak nem veszünk egy baromira nagy telket, és arra direkt csinálunk egy utat egy sávval, és akkor megyünk rajta, az az én sávom. Na, de hát nem lehet onnan elmenni, akkor ott kell maradni mindig. Tehát, ja, és a másik téveszme, hogy elől kellene menni. Hát hogy nem lehet elől menni, gyerekek. Tudjátok, hogy van, mit tudom én, 260 lóerős autó is? Tudtatok erről? Én már ültem 600 lóerősben. És azzal is csak ugyanoda lehetett elmenni. Mint az én kis arany cica kis 400 000 forintos kis vackommal, amit imádok, mert olyan jó, mindig megcsináltatom, és akkor jó lesz. Hát figyelj, ugyanoda elmegyek vele, nem tűnik föl, senki nem mondja, hogy jó, tudod mi, hát ez mi? Hát a rendes autó. Tehát a lényeg az, hogy ezek az elképzelések folyamatosan generálják az, amikor az ember is szomjúzik valamire, hogy ő neki az kéne, és akkor közben megvan, és már rég nem kéne. Na ez tényleg okozza a szenvedést. És ugyanakkor a harmadik nemes igazság meg úgy hangzik, hogy Krishna nirodha, dukha nirodha. Tehát a szomj megszüntetése megszünteti a szenvedést. Hát ez nagyon egyszerű. Tényleg, ezt már aztán belátni, nem? Tehát, hogy az ember valamire nem vágyik, meg mindegy neki, hogy így van, vagy úgy van, akkor nem is szenved amiatt. Ugye például, hogyha az embernek a nagyon drága autójához oda megy valaki, és így csak így suttyom, vagy így kulcsal megkaparja a dukkolzást, így, és ez látja a tulajdonos, hát az itt összehúzódik neki a szolár plexus. Na de gyerekek, ha nem az enyém az autó, hát én csak röhögök rajta, mint most. Ahhoz, hogy fájjon, ahhoz az kell, hogy legyen, hogy az enyémség benne legyen. Hát attól fáj, hogy az enyém.
Hogyha nem lenne az enyém, akkor nem fájna. Mert maga az autókaparás nem fáj. Értitek? Hát ilyen egyszerű. Tehát nincs ott szenvedés. Ott keletkezik a szenvedés, ahol az ember kötődik valamihez. Hát és akkor itt most, bocsánat, egy közkeletű félreértést szeretnék még eloszlatni, amivel lehet, hogy sokra mentek, hogyha ezt elhiszitek, hogy senki senkié. Ez tényleg így van. Tehát nem lehet egy valakit tulajdonba venni igaziból. Nem lehet, mert az eredeti természete szerint nem lehet. Tehát még a gyerek se az anyjáé. Abban az értelemben, hogy kisajátítólag. Tehát igaziból nem. Mert még az a leginkább szorosan hozzánk tartozó valaki, akit hát most gondoljátok el, hogy a gyerek az konkrétan az anyjának a testéből épül föl. De nincs mese. Annál szorosabb kapcsolat már nem lehet, hogy valaki egy csoda folytán bevarázsol egy gyereket a saját hasába. Hát ez nagyon nagy varázslás. És magától megy. Nem kell hozzá semmit csinálni. Tehát jó, előtte kell egy pici valami. De a többi már magától megy. Tehát ott van az a kis megtermékenyített petesejt, és az a természet végtelen bölcsessége révén gyerek lesz belőle, gyerekek. Hát ezt fogjuk föl, hogy ez egy csoda. És nem is tudjuk előidézni. Tehát, hogyha egy nő tudatosan akarna magából, hogy a gyerek hozzá, hol a keze már, és próbálna így összerakni, nem menne, gyerekek. Annak csak az eredeti módja az, ami megy. Na, de ez csoda. És akkor a nőnek, gyakorlatilag a nő anyagából felépül egy valóságos ember. És még ez sem az övé. Még ennél jobban már nem lehet az övé. Mert az a gyerek felnő, és ő egy külön valaki, és szépen elmegy, és csinálja a maga dolgát, és nem lehet lefoglalni. Nem lehet őt tulajdonba venni. És akkor mondom, hogy ehhez képest meg már még inkább senki senkié. Tehát az a téveszme, hogy mondjuk a szerelmem az enyém, ez egy alapvető súlyos téveszme. Az összes létező kapcsolatot tönkretevő téveszme, hogy te az enyém, én a tied. Ilyen nincs. A valóságban nincs. De mi játszhatjuk ezt. Játszhatjuk ezt, és ugyanúgy idegeskedhetünk, mint amikor a kinevet a végén játszunk, és azt mondjuk, hogy én vagyok a piros, te vagy a zöld, és akkor egymással megyünk, és kiütjük egymást, bábujjal, te szemét, kiütöttél. Már majdnem ott voltam a célnál, és kiütöttél. Hát azon is csak akkor ideges az ember, ha elhiszi, hogy az az ő bábúja. Ha elhiszi, hogy neki tényleg be kell menni a célba. De miért kéne bemenni a célba, gyereke? Az csak egy épp aktuális megállapodás. Hát nehogy már azon lepopozzuk egymást. Hát ugyanolyan, mint amikor sakkozik valaki, és akkor a végén a rossz lépésed felborítja a sakktáblát. Te hülye! Mert már majdnem mattot kapott. És akkor lesöpri. De hát ez mind téveszme, gyerekek. De ugyanilyen a szerelem. Ez a helyzet. Tehát az a tévedés, hogy valaki valakié, az okozza például a féltékenységi gyilkosságot. Gondoljátok el, ha egy fiú és egy lány csókolóznak, az nem fáj. Tegyük föl, hogy jól csókolóznak. Tehát nem harapják egymást foggal, nem kapja be úgy a nyelvét, hogy kiszakadjon. Tehát finoman. Tegyük föl, hogy mostak előtte fogat. Jó? Tehát akkor azt kell mondani, hogy ez jó. Mind a kettőnek jó, mind a kettő örül. Semmi szenvedés ebben nincs. Kivéve, ha én oldalról nézem, és a nő a feleségem. De akkor is kiszenved én. Egyedül. Mert hogy a feleségem csókolózik valakivel. Na de ha nem a feleségem, hát most szerintem bárki csókolózom bárkivel, látom, nincs itt a feleségem, úgyhogy nem ő fog csókolózni. Képzeljétek, hogy nekem nem fog fájni. Tehát most csókolózzatok, nem fáj. És higgyétek el, hogy amúgy ez nem fáj. Nincsen benne fájdalom. Nincs. Nincs. És mégis hihetetlen őrjöngő fájdalommal ráveti magát a csalfa hitvesre és megfojtja. Hát ennek a szenvedésnek csak az az oka, hogy téveszmét táplált az illető, és a szomj segítségével rátapadt a másikra. Tehát, ha nincs szomj,
Nincs szenvedés. Ez a harmadik nemes igazság, és a negyedik pedig a nyolcrétű nemes ösvény, amelyik az utat mutatja meg, hogy hogy kell ezt csinálni. Ez megint egy kis zárójeles különbség. Hogy a kereszténységben megmondják, hogy szeretni kell embertársainkat. Mindenki szeresse mindenkit, mert a szeretet az a Isten a szeretet, és a szeretet az, ami a szeretet. Tehát így a szeretet, hogy van a szeretet, és az legyen is. Na most ehhez nincs recept, kérem szépen. Az a probléma, hogy hogy kell szeretni. Tehát meg van mondva, hogy ha megütnek jobbról, akkor tartsd oda bal orcádat. Hát ezt azért elnézést kérek, ezt nem szeretném. Tehát most konkrétan egy verekedésbe menjek bele, ahol megvárom, amíg megütnek balról, gyorsan oda tartom a jobbot, hogy oda is. Hát azért ezt, mint praxis elem, ezt nem tudom elfogadni. Tehát ezt nem is lehet gyakorolni. Tehát állandóan veressem össze magam. Vagy mit tudom én, várjam meg, amíg kővel dobálnak, és akkor legyen nálam kenyér, hogy azzal visszadobjam. Tehát ez hol praxis? Hol lehet ezt gyakorolni? A szeretetet. Azt kérdezem, hol? Na, és figyeljetek ide, ehelyett mondom, hogy a buddhizmus ehhez a koncepcióhoz egy gyakorlatsort előír. És egy olyan gyakorlatsort, amit lehet követni, és abból konkrét, levezetett gyakorlatokat lehet végezni. Mondom is tovább, hogy mi is ez. A nyolcrétű nemes ösvény, más néven Asta Angika Márga. Márga az ösvény, Asta Angika az a nyolcrétű, vagy nyolcágú. Hogy képzeljétek el, hogy azt mondja Buddha, és ez az alapvetés, hogy a legelső ága ennek a gyakorlatsornak az a helyes felismerés. Tehát a tudatba helyezi a gyökeret, helyes felismerés. Abból következik a helyes elhatározás. Mert ha az ember már felismert valamilyen igazságot, aztán azt elhatározza, hogy azt valahogyan valóra váltja az életében. Helyes elhatározás után jön harmadiknak a helyes beszéd. Tehát, hogy azt mondom, amit csinálok. Nem nehezítem a saját dolgomat, mint az emberek sokasága, hogy elhatároz, hogy csinál valamit, és akkor magába azt mondja, hogy úgyse fog menni. Hát ezzel az úgyse fog menni, mert én úgyse tudom, ezzel kihúzza a talajt a saját lába alól. Tehát amikor elkezdene tenni valamit, ahelyett abba a pillanatban kirúgta a lába alól a támaszt. Mert hogy ő neki úgyse megy. Tehát a helyes beszéd, és itt hozzáteszem, hogy abban a korban a kimondott szóról mást gondoltok az emberek. Most itt ebben a rettenetesen lepusztult tudatú világban, bár használják a mantrákat, de nem ismerik el. Nem ismerik el, hogy létezik, hanem csak ilyen pszichológiai manipulációra használják, hogy így rásugározzák az emberekre. A legrafináltabb eszközökkel az ilyen kis beleültetett izét, agyba beleültetendő marhaságokat, és az ember nem is tudja, hogy itt gyakorlatilag a mágikus beszédről van szó, hogy őt gyakorlatilag folyamatosan a beszéd útján manipulálják. És ez ősi időkben is így volt, hogy igenis a kimondott szónak varázsereje van, és ezért meggondolták, hogy mit mondanak. Na de akkor ugye a beszéd még nem ennyire profán állapotban itt mindent megengedett magának, a közbeszéd, mint amit most. Tehát a lényeg a következő, hogy igenis a beszéd mágikus, és nem csak úgy, hogy mi miket gondolunk, hanem amit kimondunk, az igenis erővel bír. És ezért működhetnének még, sőt, működhetnek is. Még a mostani korban is működnek az ősi mantrák. Mert hogyha valaki azt a gyakorlatot végzi, hogy mondjuk mantra jógi, és a mantrák útján akar magasabb tudatállapotokat megidézni, akkor elmondom nektek, hogy lehetséges. Igenis, lehetséges. És ez azért van, mert a beszéd, a kimondott szó fontos. Tehát a harmadik a helyes beszéd, ami a helyes elhatározásból fakad, és a helyes, igen, tehát a helyes felismerésből, a helyes elhatározásból fakad, helyes beszéd, és ebből következnek a helyes tettek, hogy az ember azt csinálja, amit mond, megteszi azt. A helyes tettekből következik a helyes életvezetés.
hogyha az ember folyamatosan helyes tetteket hajt végre, akkor az életvezetése is helyes lesz, és akkor nem össze-vissza csapkodva, hol ezt csinál, hanem egy tudatosan felépített életet él, ami azt jelenti, hogy reggel, amikor föl kell, megpróbálja visszanyerni az éber tudatosságát, és azt az éber tudatosságát ráállítja az aznapi feladataira, és szépen látja, hogy mit kell neki csinálni, és akkor csinálja. És ez már életvezetés. És a helyes életvezetésből fakad a helyes igyekezet, mert igenis igyekeznünk kell azon, hogy amit már felismertünk és amit csinálunk, azt erővel folyamatosan csinálni. Tehát gyakorlás. Mert gyakorolni kell a tudatosságot, az éberséget és a tiszta tudatot. Nem elég csak elgondolni, hanem gyakorolni kell, mert annyira nagy hajlamunk van a marhaságokra, hogy azok öntudatlanul beleszűrődtek már a tudatunkba, megítélésünkbe. Tehát például a magyar embereknek a nagy része meg van fertőzve ilyen etnikai fenntartások sorozatával. És most nem is arra gondolok csak, hogy cigány meg zsidó, hanem például román. Tehát valahol kimondja, hogy egy román, és akkor mindenki úgy összeborzat, hogy a román. Vagy mondom, hogy cseh, cseh. És akkor így a bulgár, bulgár. És akkor tényleg az ember rettenetes történeteket tud mondani, hogy Bulgáriában tudod, milyen volt a WC? Hát így van. Hát tényleg, a Bulgáriában milyen a WC? És erre nem is nagyon lehet válaszolni. Na de gyerekek, hát tudjátok, hogy milyen a bolgár népzene? Hát az katasztrofálisan baromira jó. Tehát az ember egy komoly bolgár népzené, akár csak egy négy szólamú női kart, egy ilyen rendes népi, hogy mit énekelnek azok? Hát megáll az ember esze, olyan szintű zenei kultúrája van a bolgároknak, hogy leesik az ember álla. Végtelen intelligencia. Tehát nem lehet lenézni őket. De ugyanígy egyiket se, hát tessék elmenni most Csehországba, hogy micsoda fantasztikus jó hangulatban élnek a csehek, szépen mennek ott, jó kis konszolidált polgári hangulat. Kicsit példaértékű lehet a rettenetes, elborult agyú budapesti élethez képest, ahol mindenki mindenkit utál. De persze nem véletlen, én tudom, én szánom, bánom, szeretem ezt a magyar népet, Istenem, és úgy sajnálom, hogy ezt kell neki, ennek a szegény magyar népnek folyamatosan átélni, hogy folyamatosan be van gyepálva a körülmények rettenetes reszelői közé. Hát nyilván, amikor három közlekedési sávot összeterelnek egybe, és még plusz az is le van egy kicsit csípve. Hát ez biztos, hogy akkor gyűlöli az egyik a másikat, nem, mert hogy én akarok előbb benni, már 5 percre elkéstem, ez meg elém furaksz. Ez a hangulat van mesterségesen létrehozva Magyarországon. Csak hogy én azt mondom nektek, hogy nem kötelező ezt beszokni. Hiszen ez az egész a tudatban van. Nem kötelező gyűlölni a másikat. Nem kötelező gyűlölni akkor se a másikat, hogyha az román vagy bolgár, vagy épp az autójával abban a sávban akar közlekedni, amelyikben én. Hát nem, hát egy sáv van, és közlekedünk benne. Nem kell gyűlölni a másikat, aki ugyanazt csinálja, mint én. Na jó, mindegy. Tehát a gyakorlás, a helyes igyekezetnél tartottunk, hogy igenis gyakorolni kell újra és újra azt a fajta tiszta belátást, hogy ezekkel nem kell így foglalkozni. Nem szabad elhinni, hogy az egyik jobboldali, a másik baloldali, és akkor ezeknek ki kell menni az utcára, és egymás pofájába ordítani, hogy te vagy a hülye. Hát láttam tévébe, gyerekek, hogy mi folyt. Hogy egy rendes ember olyan, mint ti. Kiment az utcára, de hogy? Gondolom, este úgy még megette a vacsoráját, és akkor mondta a felesége, hogy Marikám, én megyek tüntetni. Jó. És lement tüntetni. Na de három házzal arrébb a másik konyhában, meg a Jóska bácsi mondta, Jolikám, én megyek tüntetni. Csak az egyik jobboldali volt, a másik baloldali, és ezek aztán a végén az utcán találkoztak, és azt üvölti az egyik a másiknak, hogy te vagy a hülye. Na de hát könyörgöm, hát nem egymásnak okozták a bajt. És egymáson van levezetve. Ezek egymást gyűlöli, konkrétan gyűlöli az egyik a másik a gyereket, de ő nem csinált egyik se a másiknak semmit. Hát ez csak és kizárólag a helytelen tudat
állapotoktól van, semmi más oka nincs. Nincs. Tehát igenis gyakorolni kell, hogy ezeket a hülyeségeket leradírozzuk az agyunkból. Na és akkor tovább megyek. Hogy a helyes gyakorlás, és meg is mondja Gautama, Shakyamuni Buddha, a helyes gyakorlás az a helyes elmélkedés, az a 7-es pont, és a helyes elmélyedés, az a 8-as. Mert az elmélkedés az mit jelent? Ezt külön választotta, ugye, hogy elmélkedés és elmélyedés. Az elmélkedés az azt jelenti, amikor valaki ugye a jelenségeket, mint így átlátja kívülről, vizsgálgatja tulajdonságait, összefüggéseket, okokozatokat, tehát gyakorlatilag elmélkedik azon, hogy mi hogy van. Az elmélyedés az meg viszont egy közvetlen beleélést jelent. Tehát amikor mondjuk például valaki egy gyertyalángon elmélyed, egy gyertyaláng szemlélésében, akkor egy idő után egyé válik a gyertyalánggal. Nem lesz különbség a szemlélő és a szemlélet tárgya között, és akkor megjelenik a létezésnek egy sokkal mélyebb dimenziója. Ugyanis a tudat valójában kristálytiszta és nyugodt. Annak a felszínén, mint hullámok jelennek meg ezek a tudatfolyamatok. Csak amikor a tudat önmagát nem veszi észre, hanem a hullámzással azonosítja magát, akkor állandóan zűrzavarral és kavargással találkozik. De amikor megtalálja azt az utat, hogy ezt a hullámzást figyelmen kívül hagyja, nem oda koncentrál, ahol a jelenségek kavarognak, hanem direkt szándékosan egy mélyebb régióra figyel, akkor egyszer csak megtapasztalja azt a mélységes, mély nyugalmat, ami a tudatnak a valóságos természete. A tudat valóságos természetének nincsenek tudattartalmai. Az egy kristálytiszta tisztaság. Na, ez az elmélyedés. Na, és akkor mi az érdekes? Hogyha az ember helyesen végzi az elmélyedést, akkor egészen biztos, hogy van neki egy újabb helyes felismerése. És erre az egész újabb felismerésre vezetve, vagy erre építkezve, újra végigpörög ez a 8 lépés. Helyes felismerésből, helyes elhatározás, helyes elhatározásból, helyes beszéd, helyes tettek, helyes életvezetés, helyes gyakorlás, helyes elmélkedés, helyes elmélyedés. És így pörög a tankerék. Ahogy ez így egyik a másikba kapcsolódik, és egyik a másikat hajtja, így születik szépen lassan a megvilágosodás. Ez a módszer. Ezt tanította Gautama Shakyamuni 2500 évvel ezelőtt. Na most ehhez, ez egy csodálatos módszer, és még ráadásul úgy, hogy milyen jó fej ez a Buddha, hogy nem mondta meg egész precízen, hogy mi az, hogy helyes. A helyes az, ami helyes. Nem mondta, hogy oldalt állva, 3 centire a faltól jobbra nézzél, és akkor lesz helyes az elmélkedés, vagy a felismerés, hanem azt mondta, hogy legyen a felismerés helyes. Tehát ez óriási. Tehát ennyire nem dogmatikus a dolog, de azért persze az egyszerűség kedvéért azért konkrét utasításokat is adott, például mondjuk a helyes életvezetésre, hogy ha valaki meg akar világosodni, hát akkor az jó, hogyha az illető nem foglalkozik mondjuk fegyverkereskedelemmel. Vagy az illető nem hóhér például. Vagy nem böllér. Nem kábítószerkereskedő, nem méregkeverő, stb. De nincs letiltva. Tehát bárhogy lehet, de nem úgy mondta, hogy jó, az tilos, hanem azt mondta, hogy hát nem szerencsés. A megvilágosodás szempontból nem szerencsés, ha valaki hóhér. Az nehezen fog rájönni az összefüggésekre. Na, jó, nagyon hosszan dumálok, borzadály. Mindegy, még valamit még akarok mondani, és akkor lesz nyugodt az én lelkem a mondás szempontjából.
hogy az egyik leges, legfontosabb filozófiai alapvetése a buddhizmusnak az ürességtana. Szanszkritul sunyata. Ez igazából nullaságot jelent, nem üresség abban az értelemben, hogy valami hiány. Tehát itt szokták félreértelmezni a buddhizmust, amikor az üresség tanáról van szó, és megvádolják a buddhizmust azzal, hogy nihilista. Ez nem igaz. Nem nihilista a buddhizmus, hanem csak tudja, hogy miről van szó. És ez a sunyata fogalom, ami nullaságot jelent, ez azt jelenti, hogy a dolgokban nincsen benne az, hogy ők kicsodák. A dolog nem tudja önmagát meghatározni, mert nincs benne foglalt önvalója. Mondok egy példát. Tehát az, hogy micsoda mi, az teljesen csak a tudat, az hozzá viszonyuló tudat szabja meg, hogy mi micsoda. Nem önmaga szabja meg, hogy micsoda. Mert különben nagyon logikus, ha benne foglalt önmagasága lenne a dolgoknak, akkor az nem változhatna meg. Tehát, hogyha egyszer valami szék, akkor nincs mese. A székség az egy konkrét valami, és amikor valami szék, az már szék, az már nem fotel például. Hogyha a fotelnek lenne önmagassága, akkor annak fotelnek kéne maradni, de a széknek is szék. Na de mi van, hogyha jövök én sunyi módon, és a széknek a oldalára rászögezek egy ilyen előreálló lécet. Ez ugye egy szék rászögelt előreálló léccel. Na most sunyin még a másik oldalra is rászögelek egy lécet előreálló. Hát ez is még egy szék két előreálló léccel. De lehet, hogy valaki bejön és azt mondja, hogy na hát ez már egy karos szék. És hogyha én még ezt a két kiálló izét bevonom vattával, és bevonom valami anyaggal, még a végén képzeljétek el, hogy még valaki rámondja, hogy fotel. Pedig semmi nem történt. Szék. Hogy lehetne már a szék fotel? Hát így. Vagy hogyha levágom a lábát a széknek, akkor ez egy rövid lábú szék. De hogyha a háttámláját is leveszem, akkor ez egy rövid lábú háttámlájától megfosztott szék. De bejön valaki, és azt mondja, hogy sámli. Na most, ha lenne így önmagában, hogy sámli, vagy szék, vagy fotel, akkor nem lehetne ezt megcsinálni, drágáim. Nem tudnék székből fotelt csinálni, és székből sámlit, ha lenne ilyen, hogy sámli. Nincs. És ami a leginkább nincs, az az ülőgarnitúra. Ülőgarnitúra az abból a szempontból van, hogy eladják, meg abból a szempontból is van, hogy ki van rakva a kirakatba, de én azt állítom, hogy ott nincs ülőgarnitúra, hanem ott két fotel van, meg egy kanapé. És hogyha széttolom azt a két fotelt, vége az ülőgarnitúrának. Szoba egyik sarkában az egyik fotel, másik sarkában a másik fotel, és az a kanapén is gondolkodom, hogy mit lehetne a kanapéval csinálni, hogy az se legyen. Hát különben ez már könnyű, fel kell robbantani, azt kész. Na de ezt nem lehetne, hogyha egy kanapé tényleg kanapé lenne, nem lehetne felrobbantani se. Tehát, ami a lényeges, hogy maguk a dolgok, a jelenségek, azok tudatfüggően jelennek meg így vagy úgy. Nincs például olyan objektíve, hogy erdő. Mert nem lehet tudni, hogy az nem véletlenül liget-e. Mert hogyha látom, hogy ott egy liget, azt látom, de akkor valaki megszól, de nem lehet, hogy az facsoport. Vagy egy kis erdő. És akkor a kis erdő, hogyha egy kis facsoporttal össze van kötve a nagy erdővel, akkor az nem az egész egy nagy erdő, csak ott közben van egy ilyen kis csíkrész az erdőben. Na mindegy, tehát ezek olyan fogalmak, amik között élünk, amelyek konkrétan, közvetlenül tudatteremtette fogalmak, nem objektivitás, szubjektív, tudat által meghatározott dolgok. És akkor hozzáteszem, hogy a minőségek pontosan ugyanilyenek. Mert hogy egy kés, amit így a kezemben tartok, tegyük föl, hogy ez jó vagy rossz vagy közömbös, ez csak az dönti el, hogy mit csinálok vele. Mert hogyha elvágok vele egy kenyeret, az jó, ha beleszúrom a szomszédba, akkor rossz, ha meg csak lerakom és észre se veszem, akkor közömbös. Pedig ugyanaz a kés, tehát magyarul a késben nincsen benne, hogy jó vagy rossz vagy közömbös. Na ez a buddhizmus filozófiájának a legfontosabb, egyik legfontosabb alapvetése,
hogy a dolgok ilyenek, így működnek. A létezésüknek a természete az, hogy üresség természet. Tehát nem meghatározható. Nem úgy üresség, hogy nincs benne semmi, hanem úgy üresség, hogy bármi lehet. Tehát a végtelen potencialitás és a meg nem határozottság egyszerre van jelen. És ebből mindig kibukkan a szemlélő számára egy valamienség. De az a valamienség, az már a szemléletből fakad. A szemlélet irányától, a hozzáállásból fakad minden. Na és ez a mi nagy mázling, drága barátaim. Hogy? Ezért nem kell szenvedni, mert a szenvedés nincs benne a dolgokban. A dolgok önmagában valójában mentesek, még a szenvedéstől is. De az örömtől is mentesek, mindentől mentesek. Attól függően lesz szenvedés, vagy öröm, vagy közöny a dolgokból, hogy a mi tudatunk hogyan áll a jelenségekhez, és hogyan működünk. Tudatunk milyen állapotban van, mennyire vagyunk éberek, mennyire tudunk figyelni, mennyire tudjuk a dolgokat elfogulatlanul figyelni. És akkor következik ugye az erkölcsi dolog, az erkölcsi következmény, hogyha ez az ember fölismeri ezt, akkor nem azért nem akarja a másikat bántani, mert hogy olyan jó, hogy én olyan jó vagyok, hogy nem bántok senkit. Nem, hanem természetből fakadóan. Nagy tudat az, amiben együtt benne vagyunk. Csak ő onnan néz ki a tudatból, én meg innen nézek ki. De ő és én nem különbözünk egymástól valójában. Hát azért nem akarom bántani, mert ő olyan, mintha én lennék. Tehát tök egyformák vagyunk, mindenkinek ugyanaz a baj a gyerekek. Nem egymástól szenvedünk. De nem kell gyűlölni egymást, mert nem a másik okozza a dolgokat. Tehát ebből fakad a buddhizmusnak ez a békességes hozzáállása, a szeretet. Értitek? A szeretet az nem egy érzelem, az egy tudatállapot. A szeretet az természetes velejárója a tisztánlátásnak. Ugye az ember látja, hogy hogy van a dolog, hát nincs vele másmit csinálni, szeretni lehet csak. És akkor meg vagyunk tanítva. Hát ráadásul el kell végezni egy olyan gyakorlatot, hát kell idézőjelbe csak tanácsolt dolog elvégezni, egy olyan gyakorlatot, amit úgy hívnak, hogy vipassana, vagy azon belül is az anapanasati. A lélegzés fölött gyakorolt éberség gyakorlata, amikor az ember leül, és csak és kizárólag a lélegzéseire figyel. Méghozzá abban a vonatkozásban, ahogy beáramlik a levegő az orrnyílásokon, és utána kiáramlik az orrnyílásokon. És az ember ezt figyeli. Nem csinál a légzésével semmit. Nem módosítgatja, nem korrigál, nem lassít, nem gyorsít, csak figyeli a légzését. És amikor fölmerülne valami gondolat, mert fölmerül, állandóan a tudatban folyamatosan kavarognak a dolgok, akkor az ember egy lágy mozdulattal visszatereli a figyelmét a lélegzésére. Nem elnyomja, ami fölmerül, hanem azt mondja magának, mert most tegyük föl, eszembe jut, hogy lángos. Mondjuk nekem nagyon ritkán jut eszembe lángos, de tegyük föl most, példakedő lángos. És akkor azt mondom magamnak, hogy igen, eszembe jutott a lángos, de nem arra figyelek. Figyelek tovább a légzésére. Egyszer csak eszembe jut Balaton. Logikus, ott volt a lángos. Ott ugatott egy kutya, igen, és akkor a feleségem visított, igen, és akkor már ott tartok, hogy a feleségem visított. Na de én erre azt mondom magam, hoppalá, már most a feleségemnél tartok, akkor vissza a légzéshez. És képzeljétek el, hogy ez a technika, hogy bármi fölmerül gondolatként, vagy képként, azt félreteszem. Nem elnyomom, csak így félreteszem. És figyelem tovább a légzést. És ennek az az eredménye, képzeljétek el, ha az ember ezt megfelelő hosszan csinálja, hogy már nem is akar fölmerülni külön gondolat. És akkor az ember megtapasztalja
azt a gondolat nélküli mélységes békét, ami a tudatnak igaziból a sajátja. Ez egy rendkívül egyszerű gyakorlat. És mégiscsak gyakorolni kell, mert nem megy magától rögtön, tehát nem árt ezt újra és újra és újra. És akkor elmondom nektek azt a csodát, ami velem történt ezzel kapcsolatban, hogy én 29 éves koromig vegetatív neurózisban szenvedtem, ami azt jelenti, hogy depressziós, mániás, tehát ez a kétpólusú hangulat, és plusz ráment a légzésemre, meg a szívműködésemre. Tehát képes voltam egy rossz gondolattól légzési zavarokat kapni, hápogni, és mindjárt meg, tehát az volt az érzés, ami mindjárt meghalok. Tehát ezt ma úgy hívják, hogy pánikbetegség. Akkor még nem így hívták. Azt mondták rá, hogy vegetatív neurózis. Képzeljétek el, hogy 29 éves koromban elkezdtem gyakorolni ezt az anápanaszatit, 2 évig gyakoroltam, de olyan elszántan, hogy minden nap másfél órát ültem. Drámaian nehéz. Tehát eleve az ember lába körülbelül a 40. percnél végképp kész. Szóval nem kötelező, de nekem az volt, tehát fájt a lábam. De lényeg az, hogy még a fájdalomról is visszatereltem a figyelmet újra és újra. Másfél-két évig végeztem a gyakorlatot, és képzeljétek el, hogy onnantól kezdve megszűnt a vegetatív neurózisom. Nincs. Azért, mert állandóan a tudatomat lenyugtattam ezen a módon, az a folyamatos gondolkodási hullámzás lecsitult. Megismertem egy olyan nyugalmat, amiből már nem is tudok kijönni. Nem is akarok. Nem azért. De nem. Tehát megjelent a nyugalom. De ezt képzeljétek el, hogy ez van. Tehát igaziból az emberi tudatnak a valóságos természete egy végtelen kristályos nyugalom. És ennek a végtelen kristályos nyugalomnak a szempontjából nézünk ki igazából. És hogyha nem kavarog az az óceán, akkor szépen mindent lehet látni. Tehát nagyon tanácsolom nektek, hogyha ezzel akartok foglalkozni, akkor foglalkozzatok azzal, amivel akartok. De ez az anápanaszati, ez nagyon jó. És most szeretnélek titeket részesíteni abban a fő gyakorlatban, amit én végezni szoktam. Én valójában mantrikus jógi vagyok, tehát amennyiben én bármennyire is jógi vagyok, annyiban mantrikus. És szeretnék egy kis rövid, buddhista mantra szertartást végezni, amiben először is az Om Mani Padme Hum mantrát fogom énekelni, ami az egyetemes jó akarat mantrája. Ez egyébként a buddhizmus alapmantrája. Azt jelenti szó szerint, hogy Om ékszer a lótuszban, Hum. Az Om az a legmagasabb szellemi dimenziót jelenti, a Hum pedig az itt és most pillanatát, és az ékszer a lótuszban az meg azt jelenti, hogy az aktív és a passzív oldal, más néven a fényes és a sötét oldal, a férfias, illetve a nőies, az ékszer, a férfias és a nőies, a lótusz, ezek épp a legteljesebb harmóniában egyesülten vannak. Épp ez a harmónia épp fennáll, a legmagasabb tökéletesség szintjén. Tehát az, amikor az ellentétek középen egyesülnek, az a legnagyobb harmónia. Na és ezt jeleníti meg ez a mantra. És párhuzamosan, hogy micsoda egy isteni bölcsesség van ebben a mantrában, hogy szótagonként is lehet értelmezni a mantrát, úgy, hogy Om Mani Padme Hum. És így ez a 6 szótag, ez a 6 világ kapunyító mantrája. Tehát ugye a 6 világ, a buddhista értelembe vett 6 világ, az a poklok világa, a szomjazó lelkek világa, állatok világa, emberek világa, félistenek világa és istenek világa. Ennyiféle lény van. A világ, a jelenségvilág, minden egyes lénye valamelyik világba inkarnálódva jelenik meg épp. Tehát mi ugye az emberi világban vagyunk,
mi emberek vagyunk, ez egy különlegesen kivételes világ. Azt mondják a buddhisták, hogy az emberi, a drága emberi test az a legnagyobb kincsünk, mert az emberi létforma alkalmas igazából a megvilágosodásra. Tehát itt lehet, mivel ez a két világ középen áll az ember, a két világ a felső és az alsó között, és épp ezért mindegyikkel van kapcsolata, és emiatt van az, hogy itt meg lehet világosodni. De a lényeg az, hogy amikor mondom, hogy Om Mani Padme Hum, akkor kinyílik hirtelen mind a hat világnak a kapuja, és bemegy a mantrának az eredeti jelentése, ami azt jelenti, hogy legyen nektek jó. Harmónia, béke, mindenki legyen boldog. Erről szól a mantra. Tehát ez a legfontosabb buddhista mantra, és ezzel fogom kezdeni, utána Guru Padmasambhava megidéző mantraját fogom énekelni. Guru Padmasambhava az a buddhista szent vagy isteni személy, aki a megvilágosodottság összes varázserejével rendelkezett, és amikor őt idézem, akkor azzal a gondolattal teszem, hogy részesítsen minket ő a varázserőiben, hogy képesek legyünk az életünkön úrrá lenni. Ezután a Tárá mantrát fogom énekelni, ami a női Buddha mantrája, ugyanis a buddhizmus úgy tartja, hogy a nők is meg tudnak világosodni. Mondjuk én is úgy tartom egyébként. Megmondom, miért nehezebb a nőknek. Azért, mert jobban kötődnek a jelenségekhez. Azáltal, mert a természetüknél fogva, ő rájuk van bízva az, hogy legyen élet. Szóval nem szégyellem kimondani, hogy így a világ szempontjából a nők a teremtők. Gondoljuk meg, minden darab ember anyától született. Ezt nem lehet visszacsinálni. És a mi férfiak, drága barátaim, mi soha nem fogunk tudni szülni. Akárhány workshopra elmehetünk, a legkomolyabb beavatásokat megkaphatjuk. Nem tudunk. De a nők meg maguktól tudnak, értitek? Hát úgy nézzetek a nőkre, drága barátaim, hogy ők a csodák, érted? Isteni csodát csinálnak, hát embert szül, ezt föl kell fogni. A közvetlen anyagi teremtőerővel bíró lény, az a nő. Kész. Tessék így megbecsülni. Nagyon fontos. És gondoljátok el, hogy pont emiatt ők egy kicsikét kevésbé akarnak ebből a világból kilépni. Miért? Mert ott a gyerek. Hát ő előbb akarja felnevelni a gyerekét, mint ahogy megvilágosodjon. Hát nem tud elmenni, érted, egy 8 éves elvonulásba, néma csendbe koplalva. Hát megdöglik a gyerek. Hát azt szoptatni kell, kérem. Hát nem lehet. Tehát ezt fel kell fogni, hogy egy nőnek más a funkciója. De ez nem azt jelenti, hogy lejjebb vagy feljebb, hanem hogy más. És ezért a megvilágosodás ugye az inkább férfi dolog. Miért? Mert a férfiaknak a teremtő erejét azt a szellemi szinten kell gyakorolni. A férfi ugyanazzal a csodálatos teremtő erővel rendelkezik, mint a nő, csak nem biológiai szinten tudja ezt megvalósítani. Oké, hogy fogantatás. Oké, hogy ő az, aki úgymond teherbe ejti a nőt. Na de a férfi dolga ebben a témában véget ér. Ezen a ponton. Szépen fölöltözik, ezt elmegy. A többi az marad a nőre. Na de attól még a férfinak ugyanolyan komoly dolga van. És azt se mondják meg nekünk, férfiaknak itt ebben, most ebben a világban, hogy nekünk igenis teremtő szerepünk van. Igenis, nekünk meg kell váltani a világot, nem lehet másképpen. Nekünk magunk a saját szempontjukból, saját szempontunkból el kell, hogy jussunk a legmagasabb szellemi szintre, mert nekünk ez a dolgunk. Alkotni kell, kreálni kell, művésznek kell lenni, vagy kimondani az igazságot, vagy valami, az ugyanolyan, mint amikor egy nő egy gyereket szül. A férfinak is meg kell szülni a saját gyerekét. Na most ezért a megvilágosodás egy fokkal, mint eszmény, közelebb áll a férfiakhoz. Na de a nőkhöz is közel áll, mert emberek. Na és képzeljétek el, hogy ez a tibeti hagyományban ez úgy néz ki, hogy van a 84 tibeti mahászitha, a 84 megvilágosodott szent, Milarepa, Nagarjuna,
meg ilyenek, szóval ilyen nagy szentek, 84, és képzeljétek el, hogy ez az összes létező szellemi utat képviselik ezek 84-en. És ebből a 84-ből 4 nő. Tehát van női út. 4. Értitek? Hanem a férfinek a szellemi küldetés az igazi feladata. És ez teljesen a földbe be van döngölve. Férfiakat más érdekli. Foci meccs. Hát nem a foci meccs a dolga, higgyétek el. Nincs is olyan, hogy Fradi. MTK sincs, nyugi. Nem csak Fradi nincs. Semmi kézzel fogható valami nincs, ami Fradi lenne. A Fradi székházat bármikor lebonthatják, és lehet helyette egy másik. Tehát akkor nem a székház. Az edző se lehet, mert mindig elmegy, és jön egy újabb. De a focisták se lehetnek a Fradi, mert azok is mindig elmennek, az jönnek újabbak. Na de a tulajdonos se lehet a Fradi, mert az hol ezé, hol azé. Hát akkor mi a Fradi? Az egy szó. A Fradi az egy szó. De az MTK is. Na most az, hogy egy férfi azzal tölti az idejét, hogy drukkol a Fradinak az MTK ellen. Egyik sincs. Szabad velem énekelni, sőt ajánlott, de nem kötelező. Om namo buddhaya namo dharmaya.
Oh.
hogy a két pólus meg lett szólítva személyesen. Most a gyógyító Buddha mantráját szeretném énekelni, azzal a kívánsággal, hogy gyógyuljunk meg minden szintünkön, szellemileg, érzelmileg és testileg is, minden bajunkból gyógyuljunk ki, mert egészségesen jobb. Áldás, háromszoros áldás, áradjon jön a szellemnek, léleknek, testnek áldása. Szeretet, bölcsesség, gyógyító erő legyen velünk, érjen el minket a legmagasabb tudati dimenzió áldása. Töltekezzünk a háromszoros áldásból, majd küldjük tovább keletnek, délnek, nyugatnak, északnak, részesüljenek az áldásból a lények mindenütt, a hat világ lényei. Szabaduljanak meg a szenvedéstől.
ne szenvedjenek a lények, legyenek mind boldogok. Köszönöm, hogy meghallgattatok.